Kínai filmnapokkal folytatjuk, amely az Urániában lesz jövő héten, 3-án, 4-én, tehát kedden, szerdán. Két nap alatt 8 film, sokféle válogatásban. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bemutatja. Kína közelről. Július 3-án és 4-én ingyenes kínai filmnapok az Urániában. Két napon át 8 új film, egyenesen a Távol-Keletről. Részletes program www.kinaifilmnapok.hu. Kiemelt média támogató az MTVA. De hát nem csak mutatjuk, hanem beszélünk is mindenről. Vendégeim Szalai Anna Mária, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, és remélem, hogy jól mondom, hogy Cao Qian, kínai nagykövet asszony. Jó reggelt mind a kettőjüknek. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy fel tudok-e idézni magamban kínai filmet, amit itt Magyarországon mondjuk láthatunk, és nem igazán jutott eszembe. Szóval nem csak, hogy a filmek tekintetében, de úgy érzem, hogy ahogy mi ismerjük Kínát, nem biztos, hogy az a Kína az igazi. Ezeket természetesen az egymás látogatásaink keresztül, különféle programokon keresztül tudjuk megvalósítani. Természetesen ez egy lépésről lépésre előre haladó, lassan épülő folyamat. Az, hogy a hírközlési hatóság is felvállalta mindezt, hogy támogatja ezt, ennek azért biztos, hogy oka van, tehát, hogy minél jobban behozzuk Magyarországra azt a kicsit másfajta kultúrát. Igen, mi magyarok kevesen tudjuk, hogy hány olyan nemzet van, aki barátnak, netán rokonnak tart bennünket, ilyenek a finnek, vagy Európában, a skóciai Szent Margit tereiben magyar vér van, vagy az luzitánok is úgy tartják, hogy az első portugál király az magyar volt, de keleti népeknél különösen így van, és a legnagyobb keleti nép Kína úgy tart bennünket számon, mint a legnyugatibb keleti rokont. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy részesei lehetünk egy ilyen ünnepnek, ahol bepillantást nyerhetünk Kína világába, Kína mindennapjaiba. Ugye ez egy alkalom arra, a film a legjobb alkalom arra, hogy bepillantassunk, megismerhessük egymás világát, és ezért is nagyon várom már, nagyon izgalmas élmények várnak ránk a moziban. Gondolom, hogy ezek azért a legújabb alkotások közé tartozó filmek, amikor ilyenkor érkeznek egy-egy ilyen bemutatóra, de hát azért, hogyha Kína történelmét végignézzük, akkor itt 5000 évről beszélgetünk, szóval mennyire kapunk mi a filmek által színes képet Kínáról? Én úgy érzem, hogy ez így van. Sajnos nem túl sokáig, mindössze két napig tart ez a filmfesztivál. De a célunk természetesen nagyon magasztos, ez nem más, mint hogy megismerjük egymást. Ez alkalommal leginkább, mert azt szeretnénk, hogy a magyarok mindinkább megismerjék a kínai kultúrát. Hogyan is élnek a kínai emberek napjainkban? A filmeken keresztül ezt nagyon jól meg lehet tenni, úgyhogy ezen a filmfesztiválon keresztül megismertethetjük a magyar közönséggel, a magyar emberekkel, a kínai emberek modern világát, a modern életét. Ajánlanám a figyelmükbe a tangshani földrengés bemutató filmet, aminek nem más a címe, mint a tangshani nagy földrengés. Ez a tangshani természeti katasztrófát, a földrengést mutatja be, hogy hogyan jutottak keresztül ezen az emberek, hogyan élték meg ezt a természeti katasztrófát, hogyan tudtak egymáson segíteni, hogyan támogatták ebben egymást, hogy túljussanak ezeken a nehézségeken. Ez az ő emberi oldalukat mutatja meg, az ő érzelmeiket, megéléseiket mutatja meg. Ezen kívül még az animációs filmet is ajánlanám, ami részt vesz ezen a fesztiválon, a Majom király történetéről szóló filmet. Ezen keresztül ugyancsak meg lehet ismerni a kínai emberek örömét, hogyan élvezik ők az életet. A hatóságnak azért az is feladata szerintem, hogy ezeket a filmes kapcsolatokat koordinálja, fejlessze, építse. Tehát itt akkor távlatokban is lehet gondolkodni ezzel a mostani, akár kétnapos filmfesztivál, ez elindíthat valamit?
Természetesen ez több, mint filmnap, hiszen kísérő rendezvények is vannak, közönségtalálkozók, de szeretnénk, hogyha a kínai filmgyártás és a magyar filmgyártás is szorosabb kapcsolatba kerülhetne egymással, hiszen kínai gazdaságot nagyon jól ismerjük, és nagyon jó, hogyha minden területen közelebb kerülhetünk egymáshoz, segíthetjük egymást. És ugye amikor meg akarunk ismerkedni egymással, távoli rokonok többek között, akkor elsősorban a kultúránkat mutatjuk be egymásnak, hiszen azzal lehet közeli kapcsolatokat teremteni, és a film a legjobb eszköz ehhez. A film nézése, a filmgyártás, a szoros kapcsolatok kialakítása, tehát bízom benne, hogy a kulturális kapcsolatok mellett szélesebbre tudjuk tárni ezt az ablakot. De akkor az is lehet, hogy alapvetően akár jobban bevonul a mi televíziónkba, adott esetben egy kínai film, sorozat. Tehát több lehet, tehát elindíthat egy ilyen kapcsolatot. Természetesen a közmédia is találkozót fog szervezni a kínai vendégeinkkel, jönnek producerek, filmkészítők, színészek, rendezők, tehát lesz alkalom a találkozásra, lesz alkalom arra, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat. Hát pláne, hogy azt gondolom, hogy sok mindent akár technikában is tanulhatunk azért a kínaiaktól. Igen, hát a kínai 5000 éves történelem és a napi csodák világa egyben, mondhatjuk ezt. Van egy olyan mondás, ami azt tartja, hogyha meg akarjuk ismerni a világot, akkor olvasunk, vagy filmet nézünk. Hát ez kiváló alkalom arra, hogy bepillantsunk ebben a világba, és ha mondás folytatása úgy hangzik, hogyha önmagunkat akarjunk megismerni, akkor utazunk. De rokonaink nagyon távol vannak tőlünk, úgyhogy erre ritkán adódhat alkalom egy-egy ember életében, ezért nagy izgalommal várom, hogy legalább bepillantsunk ezen a kulturális ablakon. Kedden szerdán az Urániában mindenki mindezt megteheti. Köszönöm szépen!